Több fontos témát is tárgyalt a 2012 évi első ülésén a képviselőtestület, az egyik ilyen volt a tavalyi évi költségvetés módosítása. Erre azért volt szükség, mert évvégén jelentősen megnőttek a szociális jellegű kiadásaink. Több mint 40 millió forinttal kellett megemelni a segélykeretünket annak érdekében, hogy ki tudjuk fizetni azokat a segélyeket, kérelmeket, amelyekkel a kispestiek fordultak hozzánk. A másik ilyen fontos téma volt a forrás megosztásról szóló előterjesztés, amelyben a képviselőtestület elfogadta azt a javaslatot, amelyet a fővárosi közgyűlés küldött felénk. Jogszabály alapján a fővárost és a kerületet közösen megillető, osztottan megillető bevételekről. Erről azt kell tudni, hogy már tavaly és idén is jelentősen kevesebb pénzt kapott, kevesebb forrást kapott az adóbevételekből a kerület. Több mint 200 millió forinttal. Most ez várható a 2012-es évben is, ez alapján, a javaslat alapján a korábbi 4 milliárd forint helyett 3,7 milliárd forintot fog kapni várhatóan Kispest. Tárgyaltunk még ezen túl az egyik óvodánk intézményvezetői kinevezéséről, a Bobita óvoda intézményi vezető kinevezéséről. Itt egy sikeres pályáztatás után ki tudtunk nevezni egy új vezetőt 5 évre, ezen túl pedig azt az előterjesztést is elfogadta a képviselőtestület, amelyben a kerületi rendőrkapitánysággal történt megegyezésünkről tudtunk határozatot hozni. Ez természetesen a kispesti térfigyelő programról, a térfigyelő rendszer működtetéséről. Szóval azt is látnunk kell, hogy idén a nehéz költségvetési helyzetre való tekintettel kevesebb forrás fog jutni az üzemeltetésre, de bízom benne, hogy a költségvetés elfogadásakor azért majd a térfigyelő rendszer bővítésére lesz lehetőségünk. Ezekről a kérdésekről tárgyaltunk ma.